A Honvéd kérésére felcserélték az ellenfelek a pályaválasztói jogot, így a Blue Sharks hazai közönség előtt a Continental Arénában léphetett pályára, a kosárlabda NB1B-ben. A vendégcsapat eddig nyeretlen volt a bajnokságban, a nyíregyháziak pedig hamar tudatosították a Honvéd játékosaiban. A rossz széria nem itt fog véget érni. A cápák végig magabiztosan játszottak, és nem okozott gondot a győzelem megszerzése, végül 89 pontnál álltak meg a nyíregyiek, míg a Honvéd csupán 66 pontig jutott. Annak ellenére, hogy ők 0-3-mal álltak, azért ők erős játékot képviselnek. Nem szerettük volna semmiképpen, hogy az első győzelmüket nálunk szerezzék meg, ezért komolyan készültünk a mérkőzésre, és hát az első perctől kezdve mi vezettünk, és nem is adtuk ki a győzelmet a kezünkből. A Blue Sharksban ezúttal is nagyszerűen játszott Szura Attila, aki végül saját karrier csúcsát is megdöntötte. Igazából nem volt annyira különösebb érzés így meccs után. Igen, most dobtam meg a karrier csúcsomat így B csoportba, 34 pontot. Nem volt semmi különöse. Igazából ezt Ernő is elmondta, hogy ezt várják tőlem, hogy én vagyok az egyik játékos, aki húzza a csapatot. Remélem, hogy ettől még fogok többet is dobni. A Blue Sharks pénteken játssza a következő bajnoki mérkőzését, a Continental Arénában a Török Bálint lesz a cápák ellenfele. A nyíregyháziaknál vasárnap megsérült Singer Zoltán és Vaskó György is, akiknek a játéka még kérdéses.